Itt felírtam ugye az egyszemélyes vállalkozás előnyeit és hátrányait, ez egyúttal érvényes a saját brandépítésre is, mert ugye annyira magamra építettem fel az egészet, hogy most jelen pillanatban, hogy már kezdi kinőni magát a vállalkozás, annyira drasztikusan növekedett, hogy most már nem bírom egyedül. Viszont ugye nagyon sok vendég pont azért, mert velem azonosítja a blogot, meg Balit, meg hasonlókat, ezért nem lesz hajlandó eljönni akkor, hogyha mondjuk nem én vagyok az idegenvezető. És ez itt felmerít, vagy felmerült egy ilyen megoldandó akadály, mert nem probléma. Úgyhogy ez például a hátránya az egyszemélyes vállalkozásnak, illetve az, hogy ebben az elmúlt egy évben, és azt is szóljatok, hogyha nem vagyok elég hangos. Hangos vagyok, jó. Szóval az elmúlt egy évben mindent én csináltam, és gyakorlatilag egyetlen darab szabad napom sem volt, mert hogy reggeltől estig dolgoztam, és elmondom nektek, hogy működ, hogy milyen egy napom. Tehát reggel 4-kor felkelek, akkor most már sajnos nem jut idő az olvasásra. Reggel 4-kor felkelek, és körülbelül olyan 7 óráig dolgozok, és válaszolgatok az e-mailekre, illetve árajánlatokat küldök. Utána 7-kor, 7:30 elindulok a vendégekért, elmegyünk egy napi programra, majd este 7-8 körül érek haza, amikor rögtön leülök vissza a gép elé, és este 12-ig vagy 1-ig, amikor muszáj, ébren maradok, és válaszolgatok az e-mailekre, üzenetekre, és írom az árajánlatokat ugyanúgy, és szervezek. És a következő nap ugyanígy, és ugyanígy, és ugyanígy. Nyilván úgy csinálom, hogy legyenek szabadnapjaim, de a szabadnapok pedig úgy telnek, hogy egész nap a gép előtt ülök, és dolgozok azon, hogy minden kérést tudjak teljesíteni, ami egyébként zseniális, és ne érezzétek, vagy ne gondoljátok, hogy panaszkodom, mert az, hogy ennyire beindult, ezért iszonyatosan hálás vagyok, meg ezt szerettem volna, csak iszonyatosan kemény meló. És hát ugye, ahogy elindult a vállalkozásom, és jött ez a fajta visszajelzés, hogy jött a magabiztosság, jött az, hogy sikeres vagyok, a visszajelzések a vendégek részéről, vagy az, amit csinálok, az jó, és úgy, ahogy csinálom, az jó, és más, mint amit eddig tapasztaltak, nyilván egy tök jó önbizalmat is adott. Így hát jöttek újabb ötletek is, de még előtte, ami a siker titka, szerintem egyébként, az önazonosság és az állandó jelenlét. Az önazonosságot azért említem, ezt főleg az ilyen influencer világ miatt említeném. Rengeteg influencerrel találkoztam, rengeteg celebbel találkoztam, és látva azt, hogy ők mihenek, és azt, hogy mit közvetítenek, mintha két teljesen más emberrel találkoztam volna. Tehát ez számomra borzasztó volt látni, és abban biztos voltam, hogy én nem akarok ilyen lenni. Mert ez szerintem borzasztó, és itt látszik az, hogy ha valaki valamit mutat az Instán, a Facebookon, bárhol, azt millió vagy több tízezer ember elhiszi, majd amikor szembesül vele, hogy ez nem úgy van, akkor nem érti, hogy most mi más. Úgyhogy erre nagyon odafigyelek, illetve az állandó jelenlét, folyamatos jelenlét kell ugye a social médián, ezt említettem korábban is. Ezt lehet, nem hiszitek el, de minden áldott nap. Tehát nem telt el az elmúlt egy évben úgy nap, illetve hát kettő, mert már Angliában elkezdtem, tehát az elmúlt két évben nem telt el úgy nap, hogy nem volt napi sztori feltöltve, illetve amikor kimentem Balira, két naponta Reels videókat vágtam és készítettem azért, hogy mindig ott legyek, mert a nagy célom egyébként az volt, hogy egy ponton túl és egy idő után megkerülhetetlen legyek Balin. Tehát én legyek ott a góri. Nem egyébként, hát legalábbis a magyarok szempontjából megkerülhetetlen legyek, tehát ha bárki akar jönni Balira, akkor ne tudjon sehogy sem megkerülni. Ha hotelt akar, akkor általam foglaljon, mert úgy éri meg a legjobban. Ha kirándulásokat, akkor szintén általam. Ha vízumot, akkor szintén általam. Ha befektetni szeretne, akkor abban is legyen részem. Gyakorlatilag ez volt a cél, és úgy gondolom, hogy egész szép úton haladok e felé. És ugye jött az, amit említettem, hogy az önbizalommal együtt jöttek új ötletek, és elmertem hinni, hogyha belevágok valamibe, és befektetek ezúttal már pénzt is, tehát úgy pénzt, hogy konkrétan termékekbe, akkor az valószínűleg meg is fog térülni, remélhetőleg. Itt láthatok egyébként kín a zongora tetején füstölőt, ez volt az első termékem, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és amit nagyon-nagyon szerettem volna. Amit érdemes róla tudni, azért megmutatom, hogy néz ki. Amit érdemes róla tudni, hogy viszonylag rövid idő alatt készült el, viszont annál sok több munka van benne. A terv az nagyon egyszerű, tehát a design, azt én csináltam.
A füstölőt pedig egy nagyon kedves balinész barátom fejlesztette ki. Négyféle. Van benne kókusz diónak a héja, agárfa, ugye úgy mondják, agárfa, ugye? Jól mondom, agárfa, meg tikfa, illetve tömjén. Ezekből áll össze, és kizárólag, ahogy láthatjátok fent, természetes alapanyagokból készült. És ami még nagyon fontos volt, hogy ugye a levétel 5% az jótékony célra fordítom, és ez mindenre igaz, tehát ha valaki hozzám utazni jön, akkor ő egyúttal egy családot is támogat, amellett, hogy egyébként azzal is támogatja, hogy ugye engem választ, és a sofőröket, a hoteleket, mindent helyi tulajdonban van. Úgyhogy ez volt az első ötletem, ezt nagyon szerettem volna, viszonylag hamar a piacra került, és ezt meg tudjátok egyébként venni, illetve az előadás végén lesz majd sorsolás is. Lesznek kérdések, villámkérdések, és megnyerhettek itt össze-vissza látható csüngő, szilárd utakon csomagokat. Azt már nem mutatom, hogy mi van benne. Úgyhogy ha valakinek esetleg nem jut ajándék, akkor meg lehet ezt vásárolni, 15 euróba került, természetes alapanyagok, 20 szál van benne. Úgyhogy ez volt az első termékem, amiben tök büszke voltam, hogy megcsináltam, és azt láthatjátok, hogy végig igyekeztem arra odafigyelni, hogy a jótékonyságra, jótékony célokra is fordítsunk. Ezért beteg gyerekeket nevelő családokat segítünk a mai napig, vagy segítek a mai napig Balin, illetve olyan családokat, akik nehéz sorsúak és nem tudnak megélni. Időről időre elmegyünk, bevásárolunk, és ilyen 4-5 családot meglátogatunk, és viszünk tartós élelmiszert, rizst, természetesen zöldségeket, gyümölcsöket, és természetesen egy kis pénzt is, hogy olyan dolgokat, amiket nekik kell megvenni, illetve amit nem tudunk anyagilag támogatni, vagy pénzben, akkor azt úgy adjuk oda KP-ban gyakorlatilag. A másik ilyen ötlet volt, ami tavaly született szeptemberben, tehát 2022-ben, az önismereti és gyógyító elvonulás. Ezen körülbelül egy olyan fél évet dolgoztam, ez nem jött olyan egyszerűen, mint mondjuk a füstölő, mert meg kellett találni azokat a szakembereket, akikkel együtt dolgozom, illetve azokat a módszereket, ami garantáltan segít majd az embereknek, mert a cél ismétlem az, és mindig is az volt a célom, hogy minőséget adjak. Tehát nem adhatok ki semmit a kezemből úgy, hogy az nem tökéletes. Ettől függetlenül nem vagyok egyébként ilyen perfekcionista. Én azt akartam kérdezni, hogy zavar-e, hogyha ez nem úgy sikerül? Zavar, de általában úgy sikerül. Viccelek! Nem, van olyan, hogy nem úgy sikerül. Próbálom feldolgozni. Ez egyébként az elvonulás, amit szervezünk a Daniellával, a Flórával és velem, mert egy időközben fontos volt, hogy valamit én is megtanuljak, és a hangtálat éreztem magamhoz közel, úgyhogy elkezdtem tanulni a hangtálazást, és most már egyes szintű hangtálterapeuta vagyok, és hamarosan kettes szintű leszek, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ez nagy álmom volt, és már többeket kezeltem, és tök jó visszajelzés, úgyhogy ez volt egy ilyen nagyon nagy álmom, és úgy néz ki, hogy ez is nagyon szépen alakul és halad. Talán egy picit nehezebb ezeket a táborokat megtölteni, és itt már érződik az, hogy az a fajta közönség és követőtábor, akit összegyűjtöttem az elmúlt 7 év alatt, mióta csinálom a vlogot, az még mindig nem elég ahhoz, hogy meg tudjak tölteni egy ilyen elvonulást. Illetve hát 3-at, mert most jelen pillanatban 3-ban jelen pillanatban 3 elvonulási időpont, szeptemberben, októberben és novemberben. Ez volt az egyik. A másik, az, amit rajtam is láthattok, ez a kimono márka, ez az Atman. Az Atman egyébként egy szanszkrit eredetű szó, azt jelenti, hogy lélek, és Daniellával, akit ugye jobb oldalon láthattok, nem terhes, nem azért fogja a hasát, akit ott jobb oldalon, vele együtt találtuk ki, hogy szeretnénk valami olyan dologra felhívni a figyelmet, amit az utóbbi időben, főleg Magyarországon tapasztalunk, az elnyomás ellen szeretnénk küzdeni, és ez az elnyomás jelentsen bármit és mindent. Tehát ugyanúgy küzdünk a romák kirekesztése ellen, az állami gondozottak hátrányos megkülönböztetése ellen, mint a homofóbia, a transzexualitás, tehát minden olyan dolog, amivel kirekesztenek embereket, ez ellen küzdünk. És nyilván ez egy olyan küldetésünk és missziónk volt, hogy jelképes. Tehát az, hogy valaki felvesz egy atmant, azt érezhetik, hogy biztonságban van, egy ilyen védőpajzsot érezhet maga körül,
Ez gyakorlatilag ezzel szeretnénk rávezetni mindenkit arra, hogy egy idő után már a kimono nélkül is önmaga tud bárki lenni, bárhol legyen a világban. Mert ugye az a mottónk, hogy vállalom önmagam, vállalom a sérülékenységemet, ezzel gyógyítom önmagam, és ezzel gyógyítalak téged is. Ez tehát az Atmannak az üzenete. És az Atman egyébként hamarosan elérhető, nem sokára mutatom, hogy melyik webshopban, hogyha szeretnétek vásárolni. Természetesen ennek is jótékony célra megy 10%-a, a bevétel 10%-a. Ezúttal azonban nem Balinéz alapítványt támogatunk, hanem úgy döntöttünk, hogy mivel Magyarországon ez kifejezetten egy érzékeny téma és nagyon jellemző, hogy magyar szervezeteket fogunk támogatni. Elsőként egy Magyarországon lévő állami gondozásban lévő gyerekeket. Úgyhogy aztán majd mindenfél évben más témás. A következő ilyen az a Bali Rattan, ami ugye termékeket, balinéz termékeket fog árusítani. Ez hamarosan, körülbelül április végén indul el a webshop, és ezen az oldalon lehet majd egyébként füstölőt is rendelni, illetve a kimonókat, amit rajtam is láthatok, illetve Anikónot hátul. Mindegyik külön neve van. Istenekről és arról neveztük el, amit mi mikor elkezdtük tervezni és elkezdtünk dolgozni rajta, amit mi éreztünk. Úgyhogy kicsit elvont, meg kicsit spiri, de úgy gondolom, hogy ha a cél az jó, akkor sok emberhez eljut, és sok embernek örömet tudunk ezzel okozni és szerezni. A következő, amivel szintén nem vagyok most már kerülhető, az a vízum. Ez nem az én vízumügynökségem, hanem egy nagyon kedves baráti család, akiket középen láthattok. Ez is azért volt fontos számomra, amit mondtam, hogy szeretném, hogyha nem lennék megkerülhető, ezáltal a minőséget javítani. Ne legyen az, hogy valaki kijön Balira, és van egy rossz tapasztalata egy magyar szervezővel, utazásszervezővel, vagy bárki. Hallottam ilyet, nem mondok nevet, mert nyilván nem fogom senkinek az üzletét rontani, de hogy azt gondolom, hogy meg tudom a legjobban felvenni a harcot az ellen, hogy mindenki minőséget kapjon, hogy lefedem a teljes dolgot gyakorlatilag, hogyha valaki Balira jön mondjuk 2 hónapra, akkor például tőlük lehet vízumot igényelni. Szuper aranyosok és profik. És hogyha befektetni szeretnétek, akkor ez a legújabb. Itt világba tudtok befektetni, 20 évre tudtok tulajdonjogot, vagy mi ez, bérleti jogot vásárolni. Bali leggyönyörűbb részein, egyébként közel a tengerparthoz, egyelőre ott készülnek, ott épülnek a villák. Ha minden igaz, akkor március végén kezdődnek az építkezések, és ez lesz az első ütem, amiben 8-12 villa fog épülni, aztán a következőkben szintén ezen a környéken, még több és még több. Mindez egyébként maga az ingatlanos, illetve a kivitelező és az építető magyar ember, és mindegyik őjük, vagy a barátom, akit kint ismertem meg, vagy pedig korábbi vendégem. Tehát akit láthatatok, tehát a Bali Rattant is egy korábbi vendégem indította el, és Magyarországon fogja terjeszteni, illetve világszerte meg lehet vásárolni. Tehát a webshopon bármit kiválasztatok, a világ bármely pontjára el tudják küldeni. Ők Balin voltak, és úgy jöttek, hogy szerettek volna valamilyen üzletet csinálni, befektetni, és nekik is nagyon-nagyon fontos volt, hogy jótékony célra fordítsák a bevételük egy részét, és nyilván az ilyenben mindenkit támogatok, úgyhogy segítettem nekik amennyit csak tudtam. Ugyanez van az ingatlan befektetéssel is, tehát itt is jótékony célra fordul egy jó nagy rész. És a jövő, mert hogy már csak ez maradt, utána jönnek a kérdések, mert szerintem akkor egy csomó minden felmerül majd. A következő, amit a Szilárd utakon vállal, és szeretne vállalni a jövőben, az az esküvőszervezés, mert erre úgy látszik, hogy nagy az igény, és van piaci rés. Aki jelenleg szervez, az nem feltétlen minőséget szervez, illetve eltűnik. Ami szívügyünk, az a másik kettő. A gyógyítóközpont, az nekem személy szerint, hogy legyen egy olyan központ, ami Balin már található, de úgy gondoljuk, hogy egy picit túlárazott és nagyon a turistákra megy, illetve nem minden turista engedheti meg, hogy ezekre a helyekre el tudjon jutni, és ki tudja fizetni ezeket a kezeléseket. Úgyhogy ott majd én személy szerint is szeretnék egyébként hangtárterápiákat, hangtárfürdőket és egyéni kezeléseket tartani. Emellett pedig Theta Healingtől kezdve tényleg gyakorlatilag mindenféle
kezelést fogunk majd létrehozni. Ennek egyébként az előkészületei az elmúlt napokban kezdődtek, úgyhogy nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy hamarosan ez is létre fog jönni. A másik pedig az árvaház, az egy kinti barátomnak a helyi feleségével fogjuk létrehozni. Hát az egy kicsit hosszadalmasabb lesz, úgyhogy az pedig abszolút szívügy, és az előzőekben látott vállalkozások, amikben egyrészt résztulajdonos is vagyok, illetve a sajátom, azoknak a bevételéből fogjuk az utóbbi kettőt finanszírozni, az árvaházat és a gyógyító központot. Itt ez pedig most, amit tudunk csinálni, és ahogy erre rákészülünk, az az, hogy amikor én visszamegyek, akkor egy ubudi árvaházba fogok hetente ellenni hangtárterápiát tartani. Cserébe azt kérem az ottani vezetőtől, hogy megtanítson minket, és megmutassa, hogy hogyan építi fel, és hogyan vezeti az árvaházat. Szerintem lehet, hogy itt van. Ja igen, és kövessetek be. Nagyon fontos, hogy Facebookon, Instagramon és YouTube-on megtaláltok. Rengeteg videó van, és talán hiányolhatjátok egyébként, hogy az előadásban nem voltak képek. Ez azért van, mert hogy egyébként, hogyha ide felmentek, akkor sokkal jobb képek vannak, illetve hogyha bevackoltok, mit tudom én, vasárnap délután, amikor esik az eső, akkor úgy szerintem még hangulatosabb, mint most itt megosztani másokkal ezeket a fotókat, videókat. Úgyhogy itt, hogyha bekövettek, akkor találtok rengeteg tartalmat Baliról. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan tudtok, bármelyik fórumon megtaláltok egyébként, és írjatok nyugodtan. Igyekszem minél előbb válaszolni, és minden kérdésre válaszolni. És akkor most jön a ti kérdéseitek.